Hát nagyon nagy szeretettel konferálom fel a következő művészeket. A tavalyi évben nagyon sokan, gondolom, közületek hallhattátok Balogh Kálmán koncertjét. Hatalmas élmény volt számomra is zenészként. És ez most valószínűleg meg fog többszöröződni ezen a nagy koncerten, amikor Balogh Kálmán barátait hozta el hozzánk. És azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon izgalmas zenei élményben lehet részünk az elkövetkezendő egy órába. Tehát kérem, hogy jöjjenek fel Balogh Kálmán és barátai. Szép hívesség kívánok, nagyon szépen köszönjük ezt a meleg fogadatást. Nagyon örülök, hogy ismét itt lehetek önökkel és majd a kedves barátaimmal. Elmondom előre, hogy ezúttal elhoztam magammal a Farkas Rózsa címbalom művésznőt, egy vízdíjas klasszikus címbalmot játszó művésznő. Király Tamás lesz az ürgősünk ma, azon kívül Lajki Ákos brácsázik, és majd Lajki Gergő csatlakozik hozzá. Egy utazásra szeretnék önöket invitálni, ez pedig a címbalom történetéről szól, egy kicsit a magyar címbalomról is, nagy részt, és rögtön bele is csapunk a hullok közé. Gyergyőből, Erdélyből fogunk játszani Verbunkot, Fordulót, Vasúcsárdást és Friscsárdást, mégpedig Király Tamás segítségével, aki a bőgön imitálja az ütőgarton. Most pedig ne ijedjen meg senki, Faverővel fogok játszani, ez egy nagyon régi hangszín, igazából az összes ősi címbalom ezzel a Faverő hangszínnel szólal meg, Székelyföldön még mai napig ezt őrzik, ezt a hagyományt. Tehát következzen a Verbunk, Forduló, Csárdás és Sebes Csárdás. Címbalomról. Ez a címbalom, amit önök itt látnak, rá is van írva, hogy Sunda. Ez azt jelenti, hogy ez a hangszergyárosnak a neve, aki kitalálta ezt a nagy címbalmot, Sunda Wenzel József, mégpedig 1874-ben történt, amikor bemutatta ezt a hangszert. Azt jelenti, hogy az volt benne az újdonság, hogy négy lábra emelte és ellátta egy pedál szerkezettel, amit megnyomok a lábammal, és ez a tompító itt a húrok zengését csillapítja. Régebben nem volt ilyen pedál szerkezet a címbalmokon, azért is lehetett játszani egy ilyen faverővel, és a dallamot lehetett sűrűn játszani, nem kellett harmóniákat elválasztani. Mihelyt a harmóniákat megütöm egymás után, bocsánat. Tehát amikor az új játéstől is beköszönt a
a 19. század közepe táján, akkor nagyon nagy szükség lett a pedálra, mert különben nem lehetett úgy játszani, ahogy a modern kor megkövetelte. Valamikor a cimbalom egy kis hangszer volt, el tudják képzelni, egy hordozható, láttak éneket valószínűleg képeken, festményeken, nagyon sokszor látni, amikor például verbúválnak régi festményeken is a banda kísérli a katonákat, a nyakában van a cimbalmosnak a cimbalom, hegedű, klarinét, stb. Kisebb hangszerekkel kísérik a táncosokat, vagy lakodalomban egy hordóra teszik a cimbalmot. Ez egy régies játék, úgy hívják, hogy print cimbalmozás, tehát amikor a printet játsza a cimbalom is, tehát a dallamot. És manapság pedig, amit ismerünk, az egy akordikus játék, ahol a cimbalmos hátul a basszus részen kísérget. A következő számunk pedig, hát ebből a híres korszakból vettem ízelítőnek, a híres Bihari János, aki az első híres prímás volt, hogy ő szerzenéjét fogjuk játszani, még pedig Vajti Ákos szeretném a színpadra kérni. Thank you.
valaki Ákos segítségre. Gyere, segíts és mondd el, hogy mit is és hogyan. Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a Magyarországos Gyűlésen 4. alkalommal megemlődő fesztiválján. Az első szám, amit játszunk, az egy... Hát végül is, amiket most játszani fogok, az nem nevezhető teljesen román zenének, kicsit világzené kategóriába nyúltam bele. Az első az egy nagyon ismert román dallam, a Junkertjében címre hallgatva, illetve ezt kötöttem össze egy kicsit ilyen nyugat-erdélyes zenének nevezhető Álmodcsárdással, ami igazából D-mollba fog megszólalni. És most ez következik, és aztán a következő produkcióra megkérem majd kedves tanárokat, hogy jöjjön fel hozzám a színpadra, és akkor hallgassuk, hogy szeretettel köszönöm.
nem megyünk még el, viszont szeretném a szukorra szólítani Balogh Kálmán. Jó. És átmegyek a másik cimbalomhoz. És Balogh Kálmán megtiszteli az én cimbalomot azzal, hogy hajlandó rajta játszani, és ezt köszönöm neki szépen. Már hangoltam is. Thank you.
Gernőt hallották!